migránsokkal tömött szerelvény érkezik a sídi vasútállomásra. A főleg Szíriából és Afganisztánból származó menekülteket vonaton szállították a horvát határ közelében levő befogadóközponthoz. Ott megpihenhettek, internetet használhattak, felvehették a kapcsolatot azokkal a rokonaikkal, ismerőseikkel, akik már eljutottak az Európai Unióba. I have two children and my wife in Germany and my another baby in Germany. And what is your claim to work or study? I am teacher and my wife is teacher. A migránsok közül majdnem mindenki Németországot jelölte meg célállomásként, ahol elmondásuk szerint békében akarnak dolgozni, fejleszteni magukat. I want to education for future of Afghanistan. Délután egy szerelvény érkezett a sídi vasútállomásra, amely a menekültek többségét Horvátország felé szállítja majd. Sorokban vonultak a vasútállomás felé. A szerb rendőrök ellenőrzik a vonatra igyekvő migránsok papírjait, a horvátok pedig nyilvántartásba veszik őket a felszállásnál. A gazdasági bevándorlónak nyilvánítottak közül sokan napok óta vesztegelnek a befogadó központban. Néhányan azt mondták, hogy más útvonalon, esetleg Magyarországon keresztül próbálnak eljutni az Európai Unióba.